Orfikus eskatológia. Bármi meglepő, az orfizmus filozófiája elvezeti a lelket a sokszoros univerzum gondolatától, az orfikus eszkatológiához, azaz a túlvilágról, az üdvösségről és a legtávolabbi jövőről szóló tanításokhoz. Látni fogjuk, hogy az orfikus túlvilági tanítás ellentétben áll a homénoszi és az eleusziszi eszkatológiával. Ám ahhoz, hogy ezt teljességgel megértsük, előbb a világ és az ember teremtésének Orfeuszi olvasatát kellene megértenünk. A teogónia az Istenek származásáról, születéséről és dicsőségéről szól. Ez a következőképpen történt az orfikusok szerint. Kronosz, vagyis az idő, az Aitérben vagy éterben megalkotta az őstojást, Ebből született az első isten, Eros, Panész, aki a nemzés őselve volt. Eros hozta létre a többi istent és a világot. Ezután egy hatalmas váltás következett, ugyanis Zeus elnyelte Pánészt és új világot teremtett. Ha mélyebben belegondolunk, akkor ebben a szimbolikában megtalálhatjuk az egységből születő multidimensionális univerzum születésének alapgondolatát. Így akár modernnek is mondható ez a meglehetősen arhaikus elképzelés. Egy másik isten és világteremtési hagyomány elmeséli, hogy az éjszaka, vagyis Nyx istennője, aki szárnyaival beborítja a világot a nappat követően, alkotta meg Uránoszt és Gáját, vagy Okeánoszt, akiből kialakult Kronosz, aki pedig megalkotta Étert, vagy Áitért, az örök világosság és a levegő istenét, valamint Káoszt. Újabb változat szerint a káoszból önmagától született leány volt Nyx, a világalkotó ősprincipium, aki Erosz, Gája, és Tártarosz testvére. Továbbá Erebosznak, Halálország sötétségének testvére és felesége. Okeánosz a világ óceán, amelyről a görögök és a rómaiak egyaránt azt tartották, hogy a világot körbeölelő vagy körbefolyó hatalmas folyam. Az orfikusok szerint pedig Okeánosz nem más, mint Zeus alakváltozása, ehhez hasonlatosan Rea és Héra ugyanannak az istennőnek a különféle nevei. A derveni papíruszon található írás egy Zeus köré szövődő, orfikus teológiát tár fel, amely minden dolog kezdeteként, közepeként és végeként zeus jelöli meg. Később az is kiderül, hogy a világ logosza hasonló Zeus logoszához. Szóma szumárum az orfikusok istenteremtése erősen monista benyomást kelt, sőt, ami azt illeti az egyistenhit felé nivellál. A monizmus szerint a valóságot szükségszerűen egyetlen szubstancia alkotja. Újabb orfikus mítosz a titánoké. E hiedelem értelmében az emberek a titánok hamvaiból származnak, az ember egyidejűleg kétféle természettel rendelkezik, titánival és istenivel. Aki pedig orfikus életet él, vagyis megkapja a szükséges beavatásokat és elvégzi a szükséges tisztulásokat, az levetheti a titáni létet és megistenülhet. Ez tehát minden embernek megadja a várva várt reménységet, ami a lélek alászállásának vigaszává lép elő. Ez a remény rendkívüli jelentőségű, mivel általa válik legyőzhetővé az ember démonisága. Vagyis az orfikus teológia egyértelműen tartalmazza a megváltás realizálásának lehetőségét. Ezzel Mai tudásunk szerint az orfizmus messze megelőzi a gnosztikusokat, de még számos keresztény és indiai vallási irányzatot is. Így érkezünk el az orfikus eszkatológiához, azaz a túlvilágról, az üdvösségről és a legtávolabb jövőről szóló tanításokhoz. Az orfikus tanítások szerint a hádész, vagyis az alvilág várja a lelket a halál után. Az úton számos akadály és kihívás leselkedik a lélekre. Az igazak a jobboldali úton a szent mezők felé, még a gonoszok a baloldali úton haladhatnak. Az orfikusok nagyon részletesen taglalják, hogy a bűnösökre milyen válogatott szenvedések várnak, s amúgy is egy minden szempontból részletes alvilági térképet tárnak elénk. Aki teheti, vesse össze a tibeti és az egyiptomi halottas könyvekkel, vagy halottak könyveivel, mert meglepő párhuzamokat és megfeleltetéseket találhat köztük. Mítosz szól arról is, hogy minden olyan léleknek kötelező lété forrásából innia, aki újra akar születni a földre. Aki iszik ebből a vízből, az elfelejti minden olyan tudását, amelyet a túlvilágon szerzett. Ez egyfajta emlékezetvesztés, illetőleg amnézia, amely szinte minden spirituális hagyományban megtalálható. Azonban az orfikusoknak ezt a forrást kerülniük kell, mert az ülelkük nem öl többé testet. Rájuk az emlékezett tavavár. Összegezve, a halál és a születés a halandók számára egyfajta feledéssel együtt járó folyamat ami viszont a beavatottakra vagy kiváltságosokra nem vonatkozik feltétlenül. Pythagoras például azt állította, hogy ő képes visszaemlékezni előző életeire. Ezért őt isteni embernek tartották. Ős eredeti, transzcendens tudással rendelkező léleknek. Amúgy pedig a lélek utóéletével kapcsolatban annyit érdemes külön kiemelni, hogy az orfikusok szerint a másvilágon eltöltött boldog vagy keserves idő után a lélek visszatér a földre. Vagyis egy körforgással van dolgunk, amely az emberekre vonatkozik. Furcsának tűnhet, sőt ellentmondásosnak, hogy lété vize éppen a túlvilági, az isteni létmód emlékeit törli ki a lélekből, s mi ezért nem emlékszünk a születésünk előtti túlvilági sorsunkra. Az orfikusok vallási mozgalma ezoterikus volt, vagyis csak egy belső kör számára hozzáférhető. Ezért eléggé zárt közösség. De ettől még hihetetlenül értékes mozgalmat láthatunk benne, amely a nép és az elit köréből egyaránt magáinak tudhatott tagokat. Sokféle különleges mesterséget műveltek az orfikusok, vagyis az orfikus életet élők. Voltak köztük gyógyítók, jövendőmondók, beavatók és sámáni spirituális képességekkel rendelkezők egyaránt. Kijelenthetjük, hogy az orfikus tudás, illetve metafizika egy komplett életstílus volt, amely azonban a perzsa háborúk után hanyatlani kezdett. Később számos misztérium vallás teológiájában és több titkos társaság tanrendjében visszaköszönnek az orfikus principiumok. Orfeusz 2500 éven át annyira misztikus tudott maradni, hogy a mai napig nem lehetett sem őt, sem a filozófiáját teljes bizonyossággal megfejteni. Boldog napot!